Szatmár. Már szeretek tiszta környezet, tiszta szép környezetben dolgozni. Neved? Honnan Erik, a Károly Gáspár általános iskolában. Rontó Renáta vagyok, Bodrogharamban jártam általános iskolában, és azért választottam ezt a szakmát, mert szeretnék a vásárlókkal foglalkozni. Mondolva nevet, hogy a Bodrogharamban jöttem, minden reggel időben fel kell kelnem, hogy itt elsőtöd érkezzek, és felkészülhessek a webfogadására. Alánikő vagyok, Tiszakarányban érkeztem, a Sánta Erzsébet általános iskolában. Azért választottam ezt a szakmát, mert szerettem a friss kenyérületet. Bóri Nikita vagyok, amikor az általános iskolából jöttem, és ebben az évben már az eladó hiány szakma lett, és így bármely területen el tudok helyezkedni, például butikokban, illatszerboltban, élelmiszer és vegyárboltban, akár az autókereskedésben is. És képzeljétek el, 2017-ben a szakmunkásbér 125 000 forintra emelkedett, de tegnap látta egy hirdetést, ahol 325 000 forintot kínálnak a szakmunkás eladónak. Budai Bertina vagyok, a Sátorai Javihelyi Jókaimor általános iskolából jöttem. Én azért választottam ezt a szakmát, mert ha sikerül a szakmai vizsgám, akkor el tudok vele helyezkedni. Balog Jennifer vagyok, Karcsai általános iskolába jöttem, és azért választottam ezt a szakmát, mert jól érzem magam a 9. évfolyam boltos szakmáján, és érdekes tantárgyakat tanulok, és a szaktanáraim is kedvesek, türelmesek velük. Csarka Dávid vagyok, Tiszakarádra, Sánta Erzsébet általános iskolába jöttem, és azért választottam ezt a szakmát, mert szeretek a velüknek segíteni. Gudja Alexandrovka, Gönczi Károly Gáspár általános iskolából jöttem, és képzeljétek a szakmai tantárgyaikat úgy, mint az illemtan, és az áruforgalom ismereteket, és az eladástan gyakorlatot csoportbontásban tanuljuk. 12-en vagyunk egy csoportban, nagyon érdekesek az órák. Az illemtan órán például a jó modell elsajátítását és az udvarias kiszolgálás jelentőségével foglalkozunk. Áruforgalom gyakorlatból, az áru beszerzésen és az áru átvétellel foglalkozunk. Eladástan gyakorlatból pedig a vevő kiszolgálásával és foglalkozásával foglalkozunk. Egyes témákat szituációs gyakorlatokkal sajátítjuk el. Ha már a szituációs gyakorlatokat említette Alexandra, akkor hallgassuk meg, hogy a kenyérről mit tanultunk idáig, Olá Enikő, mint eladó, és Rontó Renáta, mint vevő előadásában. Jó napot kívánok, segíthetek valamiben? Jó napot kívánok, igen, látom, bőségesen kínálok a kenyereitől. Én emlékeztem meg a fogyókúrámat, tudna nekem ajánlani olyan kenyeret, hogy segíti a fogyást? A fogyókúra lényege, hogy vagy kevesebb kalóriát viszünk be, vagy többet mozdunk. Sajnos minden kenyérféle körülbelül ugyanennyi kalóriát tartalmaz. Akkor ezek szerint például a barna kenyértől nem is lehet fogyni? Érdekes a helyzet, hogy azért lehet a teljes kiérdési kenyerektől, mert tehetségérzetet okoz, ezért kevesebb mennyiségből is jól lakottnak érezzük magunkat. Mi van a teljes kérdésű kenyérben, amitől jól lakottnak érezzük magunkat? A magnak a héja, ez sok vizet tud felvenni, és ez megduzza. Ez okozza a tehetségérzetet is. Melyik kenyér tartalmazza a legkevesebb kalóriát, a rozsdét? Látok itt Graham kenyeret is. Mire kapta a nevét? Sylvester Graham kb. 250 évvel ezelőtt élt, és az egészséges életmód terjesztője volt, kenyere teljes kiérlésű. Mit fogok tapasztalni, ha elkezdem enni ezt a teljes kiérlésű kenyeret? Azt javaslom, hogy fokozatosan térjen át a teljes kiérlésű kenyerekre, mert más az állapot, sűrűbb és tömörebb. Kevesebb mennyiségtől is jól lakottnak érezzük magunkat. Az összetevőkben nézze meg, hogy hány százalékkal például a rozsd, kezdetben alacsonyabb értékű kenyérrel kezdünk. Szabad kérdeznem, hogy melyik kenyeret tartja a legegészségesebbnek? Legyen teljes kérdésű és magokkal sütött, így a bélrendszerünket is egészségesen tudjuk tartani. Köszönöm szépen a részletes tájékoztatást, sokat tanultam bele. Örülök, hogy segíthettem, míg arra szeretném felhívni a figyelmét, hogy holnap után
új magvas kenyereink érkeznek, ha a kérdése benne, szívesen válaszolok rá. Köszönöm szépen! Most pedig pillancsunk be egy áruforgalmi órába, ahol a tanárnő kérdéseire villám válaszokat várunk a gyerekeinktől. Mit jelent a klasszifikáció? Az árurendszerben. Permanens áru. Napi cikk. Diszkrecionális jövedelem. Direktívák. Jogszabályok. Kódolás. Valamely információ kifejezése egyezményes jelekkel. Hogyan csoportosítjuk az árurendszereket? Hagyományos és kódtípus árurendszer. Milyen kódtípusú árurendszereket ismerünk? EAN, ATK, BTO, BTSC. Minek a rövidítése az EAN? Európai Árurendszeri Kódrendszer. ATK? Egységes Termékazonosító Kódrendszer. BTS? Nem tudjuk a szám. BTO? Erik? BTO? Nem tudjuk a termékszervezés. Jó. CE? Conformity Európai, Európai Megfelelőség. Budai Betty, megkérlek, hogy az EAN rendszerről röviden egy kis tájékoztatást tartsd a gyerekeknek. Az áru azonosítását jelenti, nem a tájékoztatás a termékről, a termék tulajdonságairól, 13 számból áll, Magyarország azonosítója az 599, Kínai 690-től 699-ig, a 13 szám jelentése. Az első három az országazonosító, az utána a következő öt a gyártóazonosító, a következő négy a termékazonosítója, az utolsó egy pedig az ellenőrző szám. Könyvkiadásnál alkalmazzák az ISBN kódot, ami megegyezik az EAN szám első három számával, de nem az országot, hanem a könyvágazatot jelenti. Jó, köszönöm szépen! Szeretném nektek bemutatni a termékeken fekete-fehér csíkokból áll a kód. Erről a kódrendszerről beszéltünk, az EAN rendszerről. Ha itt meglátjátok, ugye a fekete-fehér csíkok alatt 13 számnak kell lenni, és ha azt látjuk, hogy az első három szám 599, akkor magyar termékről van szó. Tehát érdemes folyamatosan figyelni, hogy milyen gyártású termékeket veszünk. Most pedig szeretném megkérni a másodikosokat, hogy ismertessék, vagy beszéljenek a gyakorlati helyekről, ugyanis ők már az első évfolyamon túl vannak, sikerült a szintvizsgájuk, ami tavasszal van, a szakmai tantárgyakból tesznek bizottság előtt egy vizsgát, és utána, ha ezt teljesítik, akkor mennek ki nyári gyakorlatra. Ha a nyári gyakorlatot is teljesítették, ami 140 órát jelent, vagyis egy hónapot, akkor léphetnek csak a 10. osztályba. Jó? És itt pedig most már ők elmondják a tapasztalataikat. Lemutatnám a tanulókat. Krisztián, Horváth Krisztián, ő a Jókaiból érkezett. Táncos Klamd, ő a Veszélyből érkezett. Balogh Stefáni, ő pedig Erdő Horvátiból érkezett. És másodéves tanuló. Tesco van a két fiú. Tefi pedig az emplén ABC-ben van, a Sétáló utcánál. És akkor megkérdezném őket, hogy miért ezt a szakmát választották. Én a testvéremet láttam dolgozni és gyakorlatilag a Tesco-ba megtetszett. Én azért választottam, mert szeretem az változatos munkát, és ennek a Tesco-ban megfelel. Én láttam a testvéremet árufeltöltés közben és a pult megettésénél ezt a szakmát. Nagyon barátságosnak tartottam, és ez nekem nagyon megtetszett. Melyik boltban dolgozott a testvérem? A testvérem Sáros Patakon a Formula. Milyen elképzeléseik voltak az eladói szakmával kapcsolatban, és ezek az elképzelések hogyan valósultak meg? Igen, megvalósultak, hogy úgy érzem, hasznos munkát végzik. Hát én aktív vagyok, mozgékony, és ennek pont hasznát veszem a munkát. Igen, megvalósult, mert sokszor úgy éreztem, hogy hasznos vagyok, és sokszor tudtam segíteni a vásárlóknak a döntéseiben. Jó. Melyik az a munkafolyamat, amit, vagy egyáltalán milyen munkafolyamatokat végeznek, és melyik az, amit a kedvenc munkafolyamat? Én kiszolgálok a csemetetúrban, súlyosan, állváték, tehát veszek részt, szeretek a velük kapcsolatban. Én raktári munkát szeretem, amikor pótolni kell az előző térben hiányos termékeket,
mindig is szerettem volna olyan helyekre benézni, amire az ebből nem tud. Én szeretem az áruvédelmi címkéket felhelyezni az árura, pedig árukat sütök, és árufeltöltéssel töltöm a gyakorlati időmet, és én ezt nagyon szeretem csinálni. Havonta kapnak ők pénzt is a cégtől. Mennyit kapnak? Mennyi jön a 18 ezer plusz költség, de december 25-re emelik ki. Igen, a Tesco van, igen. Templénben? A kóban 17 ezer forintot lehet havonta kapni, plusz 7 ezer forint étkezési utalványt. Mondom, karácsonyan ez nem jön rosszul. És akkor az utolsó kérdésem, hogy kiknek ajánlom ezt a szakmát? Hát akinek van állóképességgel, türelme az emberekkel szemben, kommunikációs képesség. Jó, köszönöm szépen. Továbbjuk a kérdésedünkre. És akkor már a végén, a foglalkozásom végén csak egy pár gondolatot mondanék. Az első gondolat az, hogy egyre jobban megbecsülik a kétkezi munkásokat, munkásokat. Ahogy hallottuk itt a tájékoztatóval, hogy ő már 300 fölötti bért is látott a hirdetésben. Tesco is most emeli fel december 25 ezer forintra a tanulóknak juttatandó havi pénzt. Egyre nagyobb szükség van a jó, jól képzett szakmunkásokra. És a jól képzett szakmunkásokat azt pedig ugye így láttuk, hogy miféle ismeretlenül rendelkeznek, mi van a fejükben. A jól képzett szakmunkás az nem fél a vevőtől, az eladói szinten beszélek most, nem fél a vevőtől. Ha van a fejben tudás, akkor nem fél attól, hogy őt tőle kérdezni. Hát ezek a tanulók nem fognak félni attól, hogy kérdeznek tőlük a vevők. Ez az első gondolatom. Második gondolatom talán a Steffiéhez tartozik, hogy hasznosnak érzi a munkáját. Azt mondta Steffi, hogy hasznosnak érzi. Ez nagyon fontos. Ott van a kivetítő, hogy dönts jól, jövőd a tét, és ebben a jövőben az a legfontosabb, a biztos jövőben is, hogy hasznosnak érezze magát. Bármilyen kicsi munkát végez, ha csak megigazít valamit a polcon, már az is hasznos. Bármilyen kis munka is hasznos. És úgy kell reggel felkelni, hogy igenis én egy hasznos tagja vagyok ennek a társadalomnak, hogy egy picit hozzátettem ahhoz, hogy az a bolt, az szakszerű legyen, tiszta legyen, tisztaságot mondtuk is, valaki mondta, hogy tiszta, talán magam, hogy tiszta, szép környezet legyen. Hát hozzájárultam valamit. Én is, amikor reggel felkelek, felöltözök, úgy érzem, hogy na, hasznosan töltöm a napomat. Hogyha úgy kelnék fel, hogy ajánlom, megint be kell menni a munkahelyre, akkor az látszon az emberen, hogy nincs azon a biztonság. Tehát maguknak is egy döntés előtt állnak, és jól döntsenek. Szakmát pedig mindenképpen ajánlom maguknak. Jó? És jövő héten csütörtökön, 14:30-kor, ugyanebben a teremben lesz egy foglalkozás, akinek az eladói szakma tetszik, az eljött erre a foglalkozásra, és akkor ajándékkészítés, csomagolás készítéssel fog foglalkozni. És a fiúknak a figyelmét felhívnám, hogy nem csak bolti eladói szakmában gondolkodunk, hanem lehet az, tehát nem csak kimondottan élelmiszerboltban, hanem lehet műszaki bolt, vagy jármű alkatrészbolt, ez a cipő, autó alkatrészbolt, cipőboltba is lehetnek rá, ruhaboltba is, ugye a butikot is mondott itt valamelyikük. Tehát több az annál, mint hogy most élelmiszerbe gondolkozzanak ez az eladói szakma. Lehet illatszer volt, ezt is hallottuk, vagy akár gyógynövényboltok, ezt sorolhatnám, hogy ez esetleg. Hát ez a szakképesítés, amit itt szereznek a Tefortban, ez sok mindenhová jó, ez az eladói képesítés. De bátran, amikor hazamennek, este gondolkodnak a mai napon, akkor gondolják magukat bele egy boltban, hogy milyen lenne, milyen érzés lenne egy boltban dolgozni. És csak megerősíteni tudlak benneteken, hogy itt a szaktanárok kezei alatt nagyon jó szakemberekké váltok. Nagyon szép, nagyon jó ízlésetek lesz, hiszen az illemetiket nagyon gyakran használjuk, az eladástan gyakorlatát gyakoroljuk. Most az éven először jött be új tantárként, idáig kár, hogy nem tanítottuk, és nagyon sokat változik a magatartásotok. Bejöttök, mint kis szeleburkán az iskolába, és bizony-bizony 7-3 hónap alatt nézzétek meg, hogy hová fejlődünk. Jó?
kaptatok, és várom benneteket. És még azt tudni kell, hogy a fiúk ugye nem egész nap vannak itt az iskolában, egész héten, hanem egy héten két napot kint vannak dolgozni, a másik héten három napot dolgoznak kint a Tescóban, vagy a Fóban, vagy más boltokban. Másodéstől első éve van az iskolában mindenki, a másodéstől a kilenc dolgozni. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok bennünket.